Sziasztok, Ádám vagyok, a tekető.hu oldalt nézitek, a képen pedig a túl smart androidos tabletet látjátok. Android 4.2.2 operációs rendszerrel, illetve beépített 3 g dual SIM támogatással, így akár ez egy telefonként, vagy hát inkább fabletként is használható készülék. A kicsomagoló videónkban már megtudtuk azt, hogy headset nélkül is használtak akár a fülünkhöz emelve és telefonálásra, hiszen itt felül van ehhez egy hangszóró alól pedig a mikrofon. Így akár a megalomániások teg egy 7 szoros fabletként is használhatják ezt a készüléket. Most megnézzük magát az Android 4.2-t rajta, illetve a sebességét a készüléknek. A készülék stock Androidot kapott. Egyébként itt nagyon sok újdonság, úgymond a felületben nem lesz. Előbb nézzük meg a kijelzőt, ez 1021x600 pixeles TN paneles, ami azt jelenti, hogy a felbontás nem túl nagy, bár még belépő szinten elfogadható, viszont a fényerő alacsony, illetve a betekintési szögek sem túl jók, bár itt is egyik oldalról van csak probléma, ahogy láthatjuk itt hamar elsötétül igazából a kijelző még a másik irányba egészen jó marad. Alulról, illetve felülről nincs különösebb gond, tehát csak erre a bal oldalról van némi probléma. Ha megnézzük a tárcsázót, igazából ez egy hagyományos, stock androidos tárcsázó. Itt látható, hogy lehet telefonálni is, akár gond nélkül. Van névjegyzékünk ugyanígy, illetve sms is tudunk írni és küldeni, fogadni egyaránt. Egyúttal itt láthatjuk rögtön a stock androidos billentyűzetet kapjuk, tehát itt semmi extra nem került bele tulajdonképpen a készülékbe, bár mondjuk amit pozitívum lehet itt, amint látható lehet különböző hangulatjeleket hozzáadni az üzenethez igény szerint. Bár kérdés ezt mennyire fogja mondjuk egy SMS-nél a szolgáltatónk szeretné. Nézzük meg magát a készülék többi részét, ehhez el is forgatom a kijelzőt, így egy kicsit kényelmesebb maga a tablet is. 5 darab főoldalunk van, ezekre lehet kitenni ikonokat, illetve mappákat, widgeteket. Alul megszokott fekete sávunk van, visszagombol, egy ide a főoldalra, gombbal valamint egy alkalmazás váltóval, itt lehet bezárni az futó alkalmazásokat, vagy esetleg váltani rájuk. Amint láthatjuk, ha elfordítjuk a készüléket, a bal oldalra kerül a Google keresőmező, jobb oldalra pedig a menü gombi, illetve a 2-2, azaz pontosan 4 rögzített ikon, tehát egyébként ezt, ha elfordítjuk, akkor horizontálisan alul helyezkedik a menügomb felül, pedig a Google kereső sáv. Lehúzzuk az értesítési sávot itt a baloldalt, oldalt, időjárás info, bocsánat, az idővel kapcsolatos infót láthatunk, dátumot, valamint a alkalmazások értesítéseit, frissítéseket, naptárbejegyzéseket, illetve mindenféle értesítést fogunk itt látni. Még a jobb oldalt lehúzva egy gyors beállítási panelt láthatunk. Itt bekapcsolhatjuk akár a Bluetooth-t, a GPS-t is, vagy az adatkapcsolatot is. Van lehetőség idő kezelésére. Ez azt jelenti, hogy milyen idő után kapcsoljon le, mennyi tétlenség után kapcsoljon ki a kijelző. Állíthatjuk a fényerőt is. Ez egyébként a maximum, ami nem túl magas illetve amint látható audio profilokat is kapunk, amelyek közt váltani tudunk. Beléptem közben a beállításokból. Itt a SIM kezelés, itt beállítható, hogy melyik legyen az alapértelmezett SIM beszédhíváshoz, videóhíváshoz, adatkapcsolathoz, illetve üzenetkezeléshez egyaránt. Itt a Wi-Fi, amint látható 2,4 GHz-es Wi-Fi-t támogat a készülék, sajnos az 5 GHz-est nem, tehát dual bandre nem képes, bár ebben az árkategóriában ez egyáltalán nem jellemző funkció. Amint említettem, van bluetooth is, itt pedig az audio profilokat tudjuk uh, váltogatni, illetve headset esetében egy hangzásjavító beállítást is kiválaszthatunk tárhelyet nézve, láthatjuk, van egy 1 GB-os partíciónk, amiben 313 MB-ot elfoglalnak az alkalmazások, 563 mb van szabadon, illetve van egy másik média tartalmak számára fenntartott hely, 1,82 GB tárhelye, ebből 1,43 GB az, ami elérhető. Akkumulátorról viszonylag kevés infó van még most, hiszen, mint látható, 10%-ot merült bő 20 perc alatt, bár ez idő alatt egészen rendben e, igénybe is volt véve. közel be volt kapcsolva a kijelző max fényerőn, amint látható a wifi is, illetve az Antutó teszt is futott egy 4 percig, tehát azért kivette ez is a részét. Az alkalmazásokba, hogyha bemegyünk, itt láthatjuk a futó alkalmazásoknál mindjárt a itt 234 megabájt foglalt, 230 megabájt van szabadon. Tehát a félig a ramnak nagyjából a fele az, amit szabadon használhatunk még most. Helyhozáféréseknél be tudjuk kapcsolni, hogy használhassuk a GPS műholdakat. Van bekikapcsolás, ütemezés, tehát beállíthatod, mikor kapcsoljon be, mikor kapcsoljon ki. A készülék magától automatikusan ezzel például éjszakára lehet rengeteg üzemidőt spórolni. Például a készülék típus száma, valamint az Android 4.2.2 operációs rendszer, amit már említettem is korábban. Belépünk a menübe, itt láthatjuk milyen alkalmazás kínálatunk van. Itt is viszonylag még egészen gyors a rendszer, nincs semmilyen probléma a sebességgel. Nézzük meg előbb a böngészőt. Megkapjuk a Google Chrome-ot is, bár elsősorban mi inkább ezt a hagyományos uh, ahhoz böngészőt használjuk, mert a chrome bizony nagyobb a memória igény, az nem fut annyira szépen a túl tabletjén a fél giga RAM miatt. Itt viszont látható, hogy a weboldalunk egészen gyorsan betöltődik a wifi mellett tényleg mondhatni, nincs komolyabb probléma a wifi vel köszönhető ez a műanyag háznak is egyébként nyilvánvalóan. Görgetésnél tulajdonképpen akadás kevésbé egy nagyon minimálisan talán, mintha nem lenne teljesen gördülékeny, bár összességében azt mondom, hogy nincs különösebb probléma a sebességgel, amikor böngészünk, ha elforgatom a tabletet, a kijelző is vele együtt fordul el, szinte azonnal, tehát erre is gyorsan reagál a készülék. Van egy alap fájkezelő alkalmazásunk gyárilag feltelepítve. Itt láthatóak a mappák, lehetőségünk van új mappát létrehozni, hogy hogyha keresek mondjuk valamilyen képet, vagy valamilyen tartalmat, hogyha találok, lehet, hogy ez pont. Itt van például egy. de egy amit látszik, lehet ezt törölni, másolni, akár megosztani, kivágni, illetve részleteket is láthatunk akár róla minimum szinten. Van beépített FM rádiónk is, viszont amint látható, ez csak csatlakoztatott headsettel fog működni, abból is a vezetékeset, tehát egy Bluetooth headset esetén ezt nem fogjuk tudni használni, sajnos. Van egy iPubs-unk, ami... Hát ja, megnézzük, hogy pontosan mi lesz, itt leginkább úgy tűnik, mint egy ö, sima link, így van. Ez a ipups vagy oldalra vezet, és itt lehet ö, könyveket letölteni, e könyveket, amivel vagy, amiket később böngészni lehet. Van egy kamera alkalmazásunk, az egyik, mint a stock androidos kamera alkalmazás, a Mediatek készülékeken megtalálunk. Ennek megfelelően van például HDR mód, szép parts mód, illetve panoráma készítési lehetőség is. Hát megpróbálok csinálni is egy fotót rögtön picit homályosnak tűnik a kép, bár maga a lencse az egyáltalán nem homályos. Előbb megnézzük a beállítási lehetőséget, lehet expozíciót állítani, színhatást, fehér egyensúlyt, van hangfelvétel is, akár tehát hangalapján rögzíthet, van arcfelismerünk, kioldunk, itt érdekes, 2 megapixel az alap, amiben van állítva fel is veszük ezt 5 megapixel, mindjárt úgy csinálunk egy újabb képet. Lehet sorozatfelvételt állítani 40 képig, illetve az izót 100-tól 1600 as értékig állíthatjuk akár, itt pedig a videó részletei láthatóak. Most egy új képet, immár már említett 5 megapixelen, autófókuszunk is van egyébként, ami nem a leggyorsabb, de elvileg működnie kéne. Na most sikerült is. És most megnézzük a képet. Hát a színek egy picit talán életlenek. Illetve itt, hogyha jobban ráközelítünk, láthatjuk, hogy elég maszatos, zajos a kép, tehát nem mondanám ezt 5 megapixelesnek, valószínűleg ez egy 2 megapixeles kamera interpolálva, vagy egy nagyon gyengébb 5 megapixeles kamera szenzor, ami belekerült a túl smart tabletbe. Van egy Moon Plus Readering, ez kifejezetten arra az esetre, hogyha már letöltöttünk ebook kokat, innen lehet ö, olvasgatni, viszont ez csak egy próba verzió, ami nem tartalmaz minden funkciót. Itt látható, hogy hogy, mint lehet olvasni, a lapozás gyorsan megy. Beállítási lehetőségeket tekintve is van, több állíthatjuk a hátteret, hogy milyen legyen mennyire. Legyen szemkimő, van például éjszakai olvasási mód, elforgathatjuk igény szerint a kijelzőt, illetve beállíthatunk automatikus lapozási sebességet is, hogyha azt szeretnénk. Most látszik, hogy egy picit meg, -meg akadt azért már itt a főoldalra ugráskor a készülék tempó. És köszönhet annak, hogy a fégő mellé, mint látható, elég sok mindent megnyitottunk. Tehát szóval ez valószínűleg foglalja -e szépen a memóriát is. Fontosabb alkalmazás között van még egy... ez mondjuk pont nem az, ezt már én telepítettem. Van vezeték nélküli kiegészítő csatlakozási lehetőség Bluetooth segítségével, billentyűzetet vagy egeret csatlakoztathatunk a készülékhez. Megnézzük a videó lejátszás, illetve a eh, hangzást képességeit a ToolSmart-on. Ehhez van egy Platinett pendrive mikro USB csatlakozóval. Ezt fogjuk csatlakoztatni a tablethez is. De mint látható már előkészíti a háttértárat és fel is ismerte. Belejövünk a zene alkalmazásba. És itt már láthatjuk is a zene számokat. Nagyományos régi androidos zenelejátszónk van, ami igazából ma már elég unalmas felületű. Hátul van az egyetlen hangszórunk. igazából ez nagyon magas uh, hangokat tart, az kicsit vinyogós ez a hangzás. Sajnos a basszus az nagyon hiányzik, tehát nem igazán élvezhető teljes mértékben ezáltal a zene. Nézzünk filmeket, van itt például egy uh, a videó lejátszón belül, a pendrive-ról lejátszott avi állományunk. Itt hogy látható nincs hang, tehát az avinál a gyári lejátszó nem tudja a hangot kezelni minden esetben, valószínűleg itt kodek hiányosságokról van szó. Itt egy másik avinál ugyanez a helyzet, itt már ennél az avinázis régebbi ezt lekezeli. Tehát látszik, hogy nem minden uh, avival van problémája. Van egy 4 k videónk is, megnézzük, hogy meg lejátsza. Hát itt látszik, hogy nem. Ebből tehát láttuk, hogy a videókat igazából full HD-ig HD, HD lejátszotta a tablet, bár igazából már a HD is felesleges az 1024 600 pixeles kijelzőn, főleg, hogy nincs HDMI kimenetünk. Viszont a 4K-val a gyári lejátszó már nem boldogult, viszont egy MX player valószínűleg nem lehetne ilyen probléma ott még, talán az is működhet. Közben lecsatlakoztatjuk a háttértárat, a mit pendrive-on csatlakoztattunk szépen egyszerűen meg is történt, és ezt követően kihúzható a tárhely. Ez volt tehát éppen a Too Smart Android 4.2-es tablet bemutató videója. Kövessétek továbbra is a tech2.hu oldalt. Sziasztok!